Drágulhat a kenyér és a többi sütőipari termék a közeljövőben. Ez főleg az emelkedő lisztáraknak lehet a következménye. Egyfőre nézve évente átlagosan 35-40 kiló kenyeret fogyasztunk, amivel európai összevetésben a középmezőnyben helyezkedik el a magyar lakosság. A fehér kenyér népszerűsége továbbra is töretlen hazánkban. Gyenge volt az idei hazai búzatermés. Elsősorban ennek köszönhetjük, utóbbi szót idézőjelbe téve, hogy a kenyer drágulására kell felkészülnünk. A tavalyinál mintegy 500 000 tonnával kevesebb 4,7-4,8 millió tonna búza termett, ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. Ennek ráadásul csak a 30%-a alkalmas örlésre, de a jó búzából is megy exportra, fehérjepótlásként pedig a takarmányozáshoz is felvásárolnak belőle, írta a cikkében néhány napja a Világgazdaság. Nem meglepő, hogy a malmok már vetekednek az étkezési búzáért, a liszt után pedig a kenyérára emelkedhet. Megyénben egyébként nem volt rossz a búzatermés, ugyanakkor ha a sütőipari termékek árai országszerte megugranak, mi sem leszünk ez alól kivételek. Ez azért érinti különösen érzékenyen a magyar családokat, mert az elmúlt időszakban köszönhetően a koronavírus járványnak már így is sok élelmiszer drágult meg jelentős mértékben. A Központi Statisztikai Hivatal szeptember elejé számai szerint az élelmiszerek ára egy év alatt közel 8%-kal nőtt. Ezen belül az idén ára sok, így például a friss zöldség, hazai és déli gyümölcs 17, a párizsi kolbászé 16, a cukoré 13,5, a tojás és a sertés húsé 10, a tejé 9, a szalámi száraz kolbászé sonkáé pedig 11,5%-kal lett magasabb. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke, a Vella Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Jó napot kívánok! Az iméntieket ön is alá tudja támasztani, hogy drágulhat a kenyér? Drágul a kenyér? Igen, úgy gondolom, hogy azok a tényezők, amik a bejátszásban is szerepeltek, azok mindenképp arra kényszeríti a sütőipart, hogy valamelyest korrigálja az árakat. Még a kimaradt a felvezetőből egy nagyon fontos tényező, hiszen a forint gyengülése nagyon befolyásolja az import alapanyagoknak az árát. Miután a sütőipar egyik jelentős mennyiségben importált termékeket, ez is hozzájárult a költség növekedéséhez. Bocsánat, milyen termékeket importál? Csak azért, mert én alapvetően azt gondolnám, hogy a hazai búzából, illetve lisztből készül főként a kenyér. Nagyon sok, például azt mondom, hogy margarint, vajat, amit vásárolunk, akkor különböző gyümölcsféleségek, ezek mind import alapanyagból készülnek, de az adalékanyagok is, ami is ugye sajnos alkalmaznunk kell, ezek is importból származnak. Tehát akkor több tényezőnek, hát idézőesen köszönhetően fog drágulni a kenyér. És még egy jelentős tényező a drágulásnál, a minimál béremelése. Ugye január 1-től fokozatosan növekedett a minimálbér. Hozzá kell tenni, ugye a sütőipar dönten éjszaka dolgozik. Tehát nálunk hatványozottan jelentkezik a bérköltség növekedés, hiszen az éjszakai pótlékokat ki kell fizetnünk a dolgozóknak, ki kell fizetnünk a hétvégi pótlékot, és hát örülünk, ha egyáltalán van dolgozó, aki bevállalja a hétvégi munkát és az éjszakait. Tehát ez is egy jelentős költségnövekedés a mi szakmánkban. Hát a drágulásról beszélünk, azért mindenképpen fel kell tennem a kérdés, hogy várhatóan mennyivel? Én azt gondolom, ez egy folyamat lesz. Tehát a liszt ára egy ilyen 4-5 forinttal emelkedett, miután nagyon egyszerű kiszámolni, hogy 70 dek a liszt szükséges egy kiló kenyérhez. Én azt gondolom, hogy az időszak az egy ilyen októberben kezdődik el a tárgyalás a multiláncokkal, és egy folyamat lesz ennek az emelése. A mérték az változhat, hiszen nem mindegy, hogy ezt a terméket, a sütőipari terméket hol vásároljak meg, de én azt gondolom egy ilyen 4-5% körüli véleményem szerint ilyen drágulás várható. Hát pár évtizede azért volt arra példa, hogy brutális áremelkedés volt a kenyér területén. Önöknek egyébként vannak arra vonatkozóan akár számításuk is, hogy mekkora drágulást visel el a piac? Én azt gondolom, hogy ez differenciált, és változnak a szokások is. Tehát azt mondom, hogy a hagyományos fehér kenyér, vagy a barna kenyérnek az ára az elmúlt években annyira nem növekedett. Vásárlói szokások is megváltoztak, és rájöttek az emberek, hogy nem biztos, hogy meg kell venni a kilós kenyeret, és azt gondolom, ez egy jó irány lehet abba, hogy
elmenni abba az irányba, hogy kovászolt kenyereket vásároljanak, és ez azt hiszem, ez tapasztalható is a vásárlóknak a szokásaiba, sőt a áruházláncoknak és a boltoknak a polcain megtalálhatók most már a kovászos kenyerek egyre inkább, és hogyha azt a vásárolja a bevő a kovászos kenyereket, akkor hosszabban eltartható ez a kenyér, nem kell kidobni, nem biztos, hogy mindenki megeszik egy kiló kenyeret 2-3 nap alatt. Tehát arról igazából annak beszélve, ellenére, hogy bocsánat, annak ellenére, hogy drágább, ugye, igen, hosszabban eltartható, tovább lehet fogyasztani. És arról nem is beszélve, hogy sokkal egészségesebb, hiszen a kovászok készült kenyereknek nincs adalékanyag, a gyomor könnyebben föl tudja dolgozni, hiszen a savtartalma magasabb, és valóban kevesebbet fogyaszt az ember belőle, és hosszú távon eltarthatók ezek a kenyeret, és azt gondolom, hogy ez az a irányvonal. Tehát akkor most már elmondható, hogy a fogyasztói szokások azért kezdenek átalakulni, és most már nem divat a kilós fehér kenyér. Egyértelműen ezt ki lehet mondani. Egyébként a nyugati szokások is jönnek Magyarországon, mert jelennek, ott sincsenek, egyáltalán nincsenek kilós kenyerek, tehát megnézzük egy francia vagy egy német boltba a kenyérvásárlási szokásokat, ott 20-25 kenyerek is találhatók, és szívesen vásárolják a bevők. Mondjuk ez megint egy más téma lenne, hogy alakult ki nálunk ez a kilós kenyér szokás. Igen, ez. Még az elmúlt évtizedekben. Igen, hát azt tudjuk nagyon jól, hogy a szocialista rendszerben alakult ki ez a kilós kenyér, amikor még ugye automata gépekkel gyártották a kenyeret, és ugye az volt a cél, hogy minél nagyobb mennyiséget, és ugye arról nem is beszélve, nekem egy jó történet az, hogy géppel vágták a kenyérnek a bevágását, tehát igazából nem volt ember közelébb, ezt tudom fogalmazni, és ugye szokások változnak, és az emberek szeretik, amit egyedileg gyártanak, és szívesebben fogyasztják az ilyen termékeket. Ha már gépek, gépesítés, azért nem lenne rossz, hogyha gépesített lenne a pékszakma, nem? Igen, nagyon sok segítséget nyújt a sütőipari vállalkozásoknak a beruházások ösztönzésébe a Széchenyi kártya. Tehát egy nagyon jó lehetősége a kormánynak az, hogy a Széchenyi kártya kapcsolatosan akár 0%-os kamatra is, és ez kimondottan sütőipari vállalkozásoknak is jót tesz a beruházásoknak a fejlesztésére. Ugye vélhetően 2021-22-ben nagyobb volumenű 1.849.000.000 forint fog érkezni a technológiai fejlesztésére. Ennek egy részét ugye az agrárminiszter elmondása szerint a élelmiszerfeldolgozók fogják kapni, és azt gondolom, hogy lesz forrás arra, hogy a sütőipari vállalkozások is, és egyéb vállalkozások ebből tudnak részesedni majd. A pék szakmát mennyire viselte meg a koronavírus? Illetve hát nem tudom, mennyiben lehet még múlt időben beszélni. Hát azt hiszem, most újra közénk csapott a koronavírus, hogyha visszaemlékszünk a március időszakra, akkor mindenki meg volt ijedve, föl voltak vásárolva az alapanyagok, az emberek próbáltak otthon kenyeret sütni, nem is lehetett kapni egy időbe élesztőt, hogyha visszaemlékszünk. Nekünk is nagyon megugott, és nem is értettük, hogy miért akarnak be spájzolni az emberek pékáróból. Aztán lecsengett ez a szokás, visszaálltak azok a szokások, hogy a pékárót a boltba vásárolják. Rájöttek az emberek, hogy azért az otthoni sütés azért nem olyan egyszerű. Nyilván, aki otthon volt és karanténban, az próbálkozott, de azt gondolom, ez a szokás nem biztos, hogy bejött, visszatért az időszak. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a sütőipar ki tudta állni ezt a próbát, és igazából egyáltalán nem volt hiány ebbe az időszakba. Mai napig is el lehet mondani, hogy a boltok polcai tele vannak finom pékárukkal, és ugye ennek ellenére, hogy a mi esetünkben is vannak megbetegedések, tehát tudottál harcot állni a sütőipar, és ki tudta szolgálni a vevőket. Én azt gondolom, akik éjszaka dolgoznak, délután dolgoznak, az igen megérdemlik azt, hogy dicséretet kapjanak. Sőt, ismét meg tudták rendezni a Szent István napi kenyérversenyt, ahol önök előkelő helyet értek el, mint vellapékség. Igen, ugye minden évben már 9. alkalommal meghirdette a Szent István kenyérversenyt a Magyar Sütőipari Vállalkozásoknak a Magyar Pékszövetség. Ugye ez is a koronavírus miatt csúszott az eddigi
február kihidást el kellett halasztanunk májusra, amikor igazából lehetőség volt arra, hogy meghirdessük ezt a versenyt. Ugye két kategóriában volt meghirdetve a verseny, a Szent István napi fehér kenyér kategóriába, illetve az innovatív kenyér kategóriába, és igenis el lehet mondani, hogy a második helyzet ért el a velepégség ebbe a kategóriába, a Szent István napi kenyér versenyben. Milyen ez a kenyér? Még most is lehet kapni, ugye? Természetesen. Ugye a boltokban kiemelt helyen szerepelnek szelemeti szalaggal átkötve ezek a kenyerek. Ugye az első helyzet lett a Balatonújvárosi hajdúsági kenyér. Ezt is lehet kapni. Nyilván ez egy fehér kenyér, ugye azt tudjuk, hogy a hajdúságban inkább a fehér kenyereket vásároljuk a vevők. Amilyen jellemző a megyére, egy kis rozsdzsal, illetve egy kis zsírral van készítve ez a kenyér, és lehet kapni a boltjainkban, és igen nagy sikerrel vásárolják a vevők is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.